szegélyekből, támogatásokból és olyan jövedelmekből kell megélnetek, amik ma Magyarországon a fegyen család számára adottak. És boltos, kocsmáros, polgármesterüket, színészek fogják alakítani. A játéknak a lényege, pusztán annyira túl kell élni egy hónapot. 30 játékmező van, egy hónap 30 napja, ezen túl sorba haladni. Bevételekből valahogyan fedezni kell azokat a kiadásokat, amik játék, a játék során adódnak majd. Zászló! Komolyan a utcán talál? Ez testvérek közt is megér legalább 50 000-ben. Figyelj már, kérdezd meg az acima, mennyit ér. Csokor! Jaj, kis szívem, hát ez nagyon alacsony karátszámú, átveszem. 5000-ért. 5000-ért, a Boltos Béla biztos beszámítja bő 8000-ért. Na kis szívem, akkor a hét kérdése, hogy a szakértő úr mondja. 5000 vagy a bizonytalan bő 8000 a Bélánál. Tisztelt szakértő. Kész csoport. Egy öröm volt, de nem is nem tettem. Viszontlátásra. Na tess, nézd, na nézd! Na nézd, na nézd! Szolgálatot és helyezett magadat! Tisztelet! 10 000 forint helyszínűen sárnyak szarom ki! Körülnézett persze! Nem jött semmi. 5000 csebben gyorsan. Nagyon csebben, nagyon gyorsan. Ne várjál, hogy legközelebb is ilyen elnézni ezeket. Legrosszabb óla két család jár, semmilyen munka lehetőség nem volt. Összesen mínusz 69 000 forinttal zárták a hónapot. Következik a sárga család, mínusz 50 000 forinttal zártak. A zöld család, akiknek sok munka lehetősége volt, szinte végig dolgozták az egész hónapot. Ez mínusz 32 000 forinttal zárás. Végül a piros család mínusz 22 500-nál tartanak. Nem sikerült senkinek most ez a túlélési gyakorlat. Mindenki láthatta, hogy az emberek hisznek abban, hogy érdemes tenni, érdemes küzdeni magunkért, egymásért, a közös javainkért és a jövőkért. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!